Véget ért a fehérvári karácsony program sorozata és az adventi fényüzenetek vetítése a püspöki palotán. A negyedik gyertyát gyújtotta meg közösen december 21-én Spányi Antal megyéspüspök és Cserpalkovics András polgármester a Városháztéri adventi színpadon. Cserpalkovics András polgármester megköszönte Fehérvár polgárainak, hogy az elmúlt hetekben, akár hétköznap is sokan részt vettek a belvárosi adventi programokban. Köszönetet mondott a püspökségnek, hogy csodát varázsolt fényekkel, adventi üzenetekkel, színekkel a város központjába. Én azt kívánom mindenkinek, hogy szerettei, barátai, családja körében töltse el ezt a néhány napot békességben, áldott nyugalomban, és azzal, ami a legfontosabb, az egymásra történő odafigyeléssel. Spányi Antal megyéspüspök ünnepi beszédében arról szólt, a negyedik gyertya jelzi, véget ért a készületi idő, amellyel szívünket, lelkünket szerettük volna Krisztus születésének ünnepére, karácsonyra felkészíteni. Az utolsó adventi gyertya fénye ragyogja be életünk mindennapját, minden percét, hogy karácsony szeretetében tudjuk eltölteni, tudjunk egymással megértőek lenni. Kiki belső indítatása szerint megérte ezt az időt, számba vette, kiket szerethet, kiknek kellene ajándékot adni, kifelé tudja megmutatni a szeretetét. A köszöntők után a megyéspüspök és Székesfehérvár polgármesterek közösen gyújtotta meg a város adventi koszorúján a negyedik gyertyát. Ezután a püspökség is bezárta adventi udvarát, befejeződött az adventi fényüzenetek vetítése az épület homlokzatán. Azokat az üzeneteket, amelyek az egyház már évezredek óta készíti fel híveit Krisztus születésére, ezeket kivetítjük a püspöki palota homlokzatára, és azok, akik kint a vásár forgatagában nézelődnek, azok talán egy-egy szó, váratlan szó, például az, hogy kedvesség, vagy igazság, vagy megbocsátás, jelentsen nekik egyfajta lehetőséget az adventi készületre, ami nem csak abból áll, hogy vásárolunk, mert természetesen vásárolni is kell, hiszen karácsonykor szeretjük megajándékozni a szeretteinket, de lélekben is fel kell készülnünk. Úgyhogy ezt a készületet szerettük volna elősegíteni, segíteni azáltal, hogy üzeneteket vetítettünk. Az utolsó gyertyagyújtás után a város polgárai meglephették szeretteiket egy különleges ajándékkal, a püspöki palota bejárata felett karácsonyi jó kívánságokat küldhettek egymásnak, a városnak, távol élő rokonaiknak, ismerőseiknek. A vetített üzeneteket az internet segítségével bárki követhette, nézhette. Arra gondoltunk, hogy legyen interaktív, alakítsunk ki valamilyen kommunikációt azokkal, akik látják ezeket az üzeneteket. Ezért lehetőséget biztosítottunk arra, hogy 3 héten keresztül üzeneteket küldhettek a Egyházmegye honlapján keresztül, és ezeket az üzeneteket ma este 6 órától folyamatosan egészen 9 óráig vetítjük ki a püspöki palota homlokzatára, és láttam, hogy amikor jöttünk be itt az adventi udvarba, hogy olyanok álltak már kinn a püspöki palota homlokzata előtt, akik küldtek üzenetet és várták, hogy az ő üzenetük megjelenjen. Sőt, küldtek külföldről is üzenetet Székesfehérvárra, illetve küldtek Székesfehérvárról külföldre is üzenetet, ugyanis az üzeneteket online streameljük, tehát közvetítjük az interneten keresztül, tehát aki nem tud esetleg eljönni ide Székesfehérvárra megtekinteni a helyszínen a vetítést, azt megnézhet interneten keresztül. A város és az egyházmegye jövőre is tervezi adventi rendezvényeit. A székesfehérvári püspökség reméli, még többen élnek majd a karácsonyi jó kívánságok küldésével.